Erkel Ferenc kiváló karmester, zongoraművész, zongoratanár, sakkmester volt. Ő volt az, aki a romantika korszakában megteremtette a nemzeti opera műfaját. Élete célja a magyar zeneművészet megteremtése, fejlesztése. A karcagi Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskola lassan 20 éve vette fel a karmester nevét. Az iskola dolgozói és tanulói mindenében megemlékeznek róla. 2005-ben vette föl intézményünk Erkel Ferenc nevét, és akkor került elhelyezésre az iskola falán Erkel Ferenc domborműve, mely Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész alkotása. Attól kezdve minden évben, ilyenkor november elején, koszorúzással egybekötött ünnepi hangversenynek ad otthont az iskola Erkel terme. Az est folyamán a kollégák és a növendékek lépnek föl, és jellegzetessége ennek a hangversenynek, hogy magyar zeneszerzők művei csendülnek föl a kicsik és a nagyok előadásában. Így volt ez a mostani alkalmon is. Az ünnepi hangversenyen Plósz Csilla Margit, az intézmény vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette Erkel Ferenc életútját, munkásságát. Ezt követően hangversenyre került sor, ahol az intézmény növendékei és tanárai mutatkoztak be kiváló produkciókkal.